Sziasztok! Szeretettel köszöntök a Telesúli első matematika óráján. Remélem, hogy a következő szűk fél órában hasznos leszek számotokra. Máté István vagyok, matematika szakos tanár, tehát rövid szűk fél matematikával fogunk foglalkozni. Hát lássuk is, hogy miről lesz szó a mai alkalommal. Polinomokról fogunk beszélni, polinomok algebrai alakjáról, két polinom egyenlőségéről, behelyettesítési értékről, összadás és kivonásról, polinomokat fogunk természetesen összeadni és kivonni, szorozni és osztani, és természetesen feladatok is lesznek, végén tartunk egy rövid összegzést, és úgy, ahogy a matematika órák szoktak befejeződni, házi feladattal fogjuk befejezni a mai tevékenységünket. Hát kezdjük el akkor az első témánkkal, polinomok algebrai alakjáról. Lássuk, hogy hogyan is néz ki egy polinomnak az algebrai alakja. Tehát f egyenlő a0 plusz a1x plusz a2x négyzet plusz pontok, pontok an szorozva x az n-ediken. Alakú kifejezést a polinom algebrai alakjának nevezzük. Az n az ugye egy természetes szám. Ezt adott feladat esetében mi már le tudjuk olvasni, és akkor egy pár elnevezésre szeretném felhívni a figyelmeteket: A0, A1, A2 és AN számok, az F polinom együtthatói, az A0 ez a polinom szabad tagja, a n, amely természetesen nullától különböző értékkel legyen, fő együtthatónak, vagy esetleg domináns együtthatónak nevezzük, és a nagy X, amelyel ugye a polinom felírásában találkoztunk, ezt határozatlannak nevezzük. Nézzünk meg egy példát is a polinomra vonatkozóan, és lássuk az f egyenlő 4 plusz 8x 5x a harmadikon polinomot, amelynek az együtthatói egész számok, és olvasom az együtthatókat, tehát a szabad tagá 0 az egyenlő 4 az x-es tag együtthatója az egyenlő 8 -al. Van egy rejtett együttható, az x nézetes tagnak az együtthatója, amely nulla, és a domináns együttható, vagy fő együttható a mi esetünkben egyenlő mínusz 5-tel. Egy más példa, amely mondjuk egyesek számára szokatlanabb, egy olyan polinom, amelynek az együtthatói az, az öttel való osztási maradékok osztályából van. Ebben az esetben ugye a polinom szabad négy, az x-es tag együtthatója, ami nincs kiírva, de ugye le tudjuk olvasni, hogy egyenlő egyjel. x nézetes tag együtthatója kettő, és a fő együttható egyenlő a hármas osztályjal, igenis ezek osztályok, nem úgy, mint az előbbi feladat esetében, ahol az együtthatók egész számok voltak. Tehát, amint a példákból kiderült, a polinomok együtthatói lehetnek egész számok, racionális számok, valós számok, komplex számok, vagy úgy, ahogy elhangzott, az ennél való osztási maradékosztályok elemeiből választhatjuk a polinomok együtthatóit. Annak függvényében, hogy a polinom együtthatói melyik halmazból vannak, beszélhetünk, hogy egész együtthatójú polinomokról, vagy racionális, valós, illetve komplex együtthatói polinomokról is. A továbbiakban nézzük meg a polinom fokszámát, lássuk, hogy hogyan értelmezhető egy polinomnak a fokszáma, kiindulunk az algebrai alakból, és amint látható, a főegyüttható az AN, ez egy nullától különböző érték, ebben az esetben állíthatjuk, hogy a polinom fokszáma egyenlő ennel, ennek van egy jelölése is, grád zárójelben F egyenlő N, és egy példával szeretném szemléltetni azt, hogy hogyan is olvassuk le a polinom fogszámát. Egy olyan polinomot választottam, amelyben az együtthatók 1, egy, 2, i, mínusz 5, harmad, nulla, ugye hiszen az x a harmadikon nos tagnak az együtthatója az nullával egyenlő, és a fő együttható az egyenlőttel, amint látható az A1 az komplex szám, tehát a, ez egy komplex együttható polinom, és amint látható a fő együttható mellett található ismeretlen a negyedik hatványon van, ez is indokolja, hogy azt állítsuk, hogy a polinomnak a fogszáma egyenlő négyjel. A továbbiakban egy mondjuk az, hogy bonyolultabb feladatra fogunk kitérni, egy olyan polinommal találkozunk, amelynek az együtthatói három, 3. 3x, 3 m plusz 2 és 4 m m négyzet, amint észrevehető ez egy harmadfokú polinom, és feladatunk vizsgálni a polinom számát az m valós paraméter függvényébe. Első lépésben megvizsgáljuk az x négyzet és a 4 m négyzet z Együtt hatók, mikor egyenlőek nullával, megoldva a látható egyenletrendszert, észrevehető, hogy m egyenlő mínusz 2-re, úgy az x nézet, mint x a harmadikon együtt ható egyenlő lesz nullával, tehát akkor az f-polinom algebraja, aki a 3 plusz 3 x alakba írható fel tehát akkor ez egy első fokú polinom, és kijelenthetjük, hogy a fok száma egyenlő egyel. Ha m egyenlő kettő, akkor észrevehető, hogy az x négyzetes tagnak az együtthatója is különbözik nullától, tehát ebben az esetben a polinomunk másodfokú lesz, és hogyha az m tetszőleges valós szám kivételt képez a plusz-minusz kettő, akkor egy harmadfokú polinommal találkozunk. Továbbiakban egy pár sajátos polinomra szeretném felhívni a figyelmeteket. Az első fokú polinom, amelyben mindössze két együttható különbözik nullától, az A0 is A1, az állandó polinom vagy konstans polinom, amelyben csak a szabad tag különbözik nullától, és végül a null polinom, amelynek minden egyes együttható egyenlő nullával. Ezzel kapcsolatosan lássuk a következő példát, adott az F harmadfokú polinom, amelynek az együtthatói 3 mínusz M, N plusz 2, 4P négyzet minusz 1 és 9 M négyzet. Feladatunk meghatározni az M, N és P valós számokat, úgy, hogy a felírt polinom az null polinom legyen. Úgy, ahogy az előbbi lépésben elmondtuk, hogy egy polinom null polinom, vagy zérus polinom, hogyha minden együttható egyenlő nullával, tehát akkor természetesen az együtthatókat egyenlővé tesszük nullával, és megoldjuk az így kapott egyenletrendszert, érdekesség, hogy az M egyenlő 3 és 3 esetében úgy a szabadtag mind a főegyütható ható egyenlő nullával, tehát akkor ez azt jelenti, hogy M-nek csak a hármast választhatjuk ki, P-nek két lehetőségünk van, tehát állíthatjuk azt, hogy a feladatunknak kettő megoldása van, és ezeket a megoldásokat láthatjuk. Két olyan számhármas, amelyben csak kimondottan a P értéke különbözik. A továbbiakban nézzük meg, hogy mit értünk két polinom egyenlősége alatt. Az F és a G polinomokat mindkettőt algebra alakba írtuk fel. A polinomokról azt állíthatjuk, hogy egyenlőek, hogyha a megfelelő tagok egyenlőek, vagyis a szabadtag szabadtaggal, X-es tag együtthatója, X-es tag együtthatójával, X nézetes tag együtthatója, X nézetes tag együtthatójával, és így tovább. Egy olyan feladatra szeretnék kitérni, amelyben a ugyancsak paramétert kell meghatározni, sőt paramétereket, olyan paramétereket, amelyek valósak, és amelyekre a felírt polinomunk vagy polinomok egyenlőek. És lássuk az F-polinomot, amely egy másodfokú polinom, mégpedig ez tartalmazza az Mn és P valós paramétereket, és a G-polinomot. Hát ahhoz, hogy a polinomok egyenlőségét itt gyakorlatba tudjuk öltetni, szükségünk van az F-polinom algebra alakjára, hiszen egy binom négyzete jelenik meg ennek a felírásába. Első lépésben ezt próbáljuk elvégezni, tehát az X plusz egyet et négyzetre emeljük, és majd rendezve a polinomot az X hatványai szerint, a szabadtagunk M plusz 2 lesz, X-es tag együtthatója, ugye? két m plusz n, és az x nézetes tagnak az együtthatója pedig m. Felírva az együtthatók egyenlőségét, és az alsó egyenletből indulva meghatározhatjuk az m, n és p értékeit. Hát a továbbiakban a polinomok helyettesítési értékével próbáljunk megismerkedni, tehát hogy adott az f polinom, amely nek az algebra alakját tüntettem fel, hogyha az x határozatlant egy valós számmal, vagy tetszőlegesen lehet komplex számmal is helyettesíteni, akkor az így kapott számot f egyenlő a0 plusz a1x plusz a2x nézet plusz pontok pontok anx az n számot, az f polinom x pontban vett helyettesítési értékének nevezzük. Lássuk a példát is, amely során egy adott F-polinom számértékét számítjuk ki a kettes pontba, tehát nagyon egyszerű, hiszen az F-polinomban a határozatlant a kettes számmal helyettesítjük. Természetesen elvégezzük első lépésben a hatványozást, és égeredményként mínusz egyet kapunk, tehát meghatároztuk az F polinom helyettesítési értékét a kettes pontban, a kettes számértékre. Ezt a számértéket az F polinom gyökének nevezzük abban az esetben, hogyha ebben a a pontban erre az értékre a polinom behelyettesítési érték egyenlő nullával, és a látható példánál f egyenlő 5x négyzet mínusz 6x plusz 1 polinom esetében, hogyha x helyébe egyet helyettesítek, akkor 5 mínusz 6 plusz 1 egy egyenlő nulla egyenlőséggel szembesülök, tehát ez azt jelenti, hogy az egyes szám ez az f polinomnak egy gyöke. Egy olyan feladatra szeretnék kitérni, amelyben a, a polinom együtthatóinak az összegét adták meg, és tudjuk azt, hogy a megadott harmadfokú polinom, amely együtthatói paramétereket is tartalmaznak, ennek a polinomnak az együtthatóit összeadva mínusz 13-at kell kapjunk. Lássuk, hogy hogyan határozzuk meg egy polinom együtthatóit. Érdemes megjegyezni azt, hogy a polinom együtthatóinak az összegét megkaphatom, hogyha a polinom helyettesítési értékét számítom ki az egyes pontban. A mi példánk esetében, ha x-et helyettesítjük egyel, akkor ugye az hatók összege mínusz 3 plusz zárójelbe 2 mínusz 5m plusz 6 az x nézetes tagnak az együtthatója, és mínusz m a köbös tag együtthatója. Ezek összege egyenlő 5 6 m-mel, és a megadott feltételből kiindulva mondhatjuk, hogy ez az 5 6 m egyenlő kell legyen mínusz 13-mal, ahonnan az m valós paraméter értékét meghatározhatjuk, és ez egyenlő lesz 3-mal. Műveleteket fogunk végezni a továbbiakban a polinomokkal, így gondolok a polinomok összeadására és kivonására. Lássuk, hogy hogyan is adjuk össze a polinomokat. Az F és G polinomot írtam fel, ugyancsak algebra alakba, ezek fogszámai különböznek. Ez nem jelent gondot ahhoz, hogy a polinom összegét kiszámítsuk, hiszen a szabadtagot taggal adjuk össze, Főegyüttható, bocsánat, az A-1-et, a B-1-el, az X-es tagok együtthatóit adjuk össze, majd az X nézetes tagok együtthatóit, és így folytatjuk tovább. A legmagasabb fokig természetesen az utolsó tagokat is össze tudjuk adni, annak ellenére, hogy mondjuk a polinomok fokszámai nem egyenlőek. Azonnal látni fogjuk ezt egy példá, példa által. A polinomok kivonása már nagyon egyszerű művelet, hiszen visszavezetjük a polinomok összeadására, az f polinomból kivonni a g-t azt jelenti, hogy az f polinomhoz hozzáadjuk a g polinom ellentetjét. És lássuk a következő példát, amelyben az f polinom 3-2x plusz 5x négyzet minusz 2x a harmadikon, a g az egyenlő mínusz 6 plusz 3x plusz 8x négyzet, és a két polinom összegét óhajtom meghatározni, úgy, ahogy az értelmezésnél feltüntettük, szabad tagot szabad taggal vonom össze, x-es tag együtt hatóját x-es tag együtt hatójával, így kapom a mínusz 2 meg 3-at, az x-es tag a végeredmény, Együtt hatójában az x nézetes tag együtt hatója 5 plusz 8 lesz, és érdekes, az f-polinomban volt harmadfokú kifejezés, a g-ben nem, de végül az összeadásnál, ugye a g-nél úgy tekintjük, hogy 0x x a harmadikon jelent meg, tehát akkor a legmagasabb fokú tagnak az együtt hatója a végeredményben egyenlő mínusz 2 és ezáltal megkaptuk az f és g-polinomok összegét. Újabb műveletet fogunk tanulmányozni, még pedig a polinomok szorzását, amely már sokkal bonyolultabb, hiszen itt első lépésben a szabadtagot szabadtaggal szorozzuk, majd olyan szorzatokat képezünk, amelyekben a x-es tagok jelennek meg a szorzat elvégzése után, gondolok arra, hogy a 0 B1-jel, és A1-et B0-val szorzom, ezek összege adja meg az X-es tag együtthatóit. Folytatva a gondolatmenetet, most X nézetes tagot próbálok előállítani, ennek a feltétele az, hogy az A0-t B2-vel, a 1 et B1-jel és A2-t B0-val szorozzuk össze természetesen ezt a szorzást kell folytatni. Nagyon gyakran matematika orán ugye azt szoktuk mondani, hogy hát úgy is össze lehet szorozni a polinomokat, hogy minden tagot minden taggal. Na most én ezt próbálom szemléltetni a következő példa segítségével, ha az f és a g polinomot, polinom szorzatát ohajtó, meghatározni, akkor észrevehető, hogy a az F polinom szabad tagjával beszorzom a G polinom minden egyes tagját, tehát kétszer 3, majd következik kétszer az 5x, és folytatom az F polinom első fokú tagjával, mínusz 6x-el, ezt szorzom a G polinom szabad tagjával, így megkapva mínusz 6 szorozva 3x szorzatot, ugyanúgy a szorzom a mínusz 6x-et az 5x-el, és végül az f polinom négyzetes tagját szorzom a g polinom minden egyes tagjával, és az azonos hatványjal rendelkező tagokat összevonva már meg is kaptuk a két polinom szorzatát. Hát ugye így egyszerűbb, mint az értelmezés szerint végeztük volna el a polinomunkat. Még egy példára szeretném felhívni a figyelmeteket, amit mondjuk a házi feladathoz csatolhatunk, és ott majd mindenki önállóan elvégezheti. Egy érdekes dologra szeretném felhívni a figyelmeteket ebben az esetben. Az F és a G polinomok fokszámáról elmondhatjuk, hogy az első az első fokú, a második az másodfokú, a szorzat mégse lesz harmadfokú, hiszen a legmagasabb fokú tagok szorzata, vagyis a két fő együttható szorzata az egyenlő lesz hattal, ami a hattal való osztási maradékosztályokban maradékosztályuk halmazában egyenlő nullával, és érdekes módon összeszorozva egy első fokú polinomot egy másodfokú polinommal, a végeredmény ugyancsak egy másodfokú lesz. Következő műveletünk, és egyben utolsó a mai óra alkalmával a polinomok osztása. Hát fontos ismerni az érettségi vizsgán a polinomok maradékos osztásának a tételét, amely szerint ha adott két polinom, a G-ről kell tudni azt, hogy különbözik a null polinomtól, akkor létezik két olyan H és R-rel jelölt polinom, amelyre felírhatjuk, hogy F egyenlő G szorozva H plusz R, és természetesen a feladatoknál is figyelembe vesszük azt, hogy a maradék fogszáma az kisebb, mint az osztó fogszáma. A H és az R polinomok ezek egyértelműen meg vannak határozva, tehát minnyáján ugyanazt az eredményt kapjuk egy adott feladat esetében és az elnevezéseket próbáljuk átismételni, hiszen ezeket az elnevezéseket már ismerjük a, a számok osztásától. Az F az osztandó, a G az osztó, H a hányados és erre a maradék, tehát akkor a maradékos osztás tételét úgy is kielenthetjük, hogy F és G polinomok esetében létezik olyan H hányados és R maradék, amelyre az osztandó egyenlő osztó szorozó hányados plusz maradék. És akkor térjünk rá egy olyan feladatra, amelynél a polinomok osztását próbáljuk követni. Hát feladatunk Meghatározni az f egyenlő 3x a negyediken, mínusz 5x a harmadikon, plusz 2x4z plusz 9 polinomnak, a g egyenlő x4z mínusz 3x plusz 4 polinommal való osztási hányadossát és maradékát. Az osztás elvégzése érdekében a következő táblázatba fogjuk elhelyezni az osztandót, kihagyva az x-es tagnak a helyét, hiszen ennek az együtthatója egyenlő volt nullával, és beírjuk a táblázat jobb oldalába, a felső részbe az osztót, az x négyzet mínusz 3x plusz 4-et osztandó első tagját 3x a en osztjuk x négyzettel, vagyis az osztó legmagasabb fokú tagjával, tehát 3x a negyediken osztva x a négyzetennel az osztási hányados, ugye 3x négyzet, amit ide az osztó alá írunk, és most visszaszorozzuk a 3x négyzet minden egyes, az osztó minden egyes tagjával, és akkor is nézzük meg együtt, 3x négyzet szorozva x négyzettel az minusz 3x a negyediken, igen, mert ellentétes előjellel kell beírni, 3x négyzetet megszorzom minusz 3x-el, az minusz 9x a harmadikon ellentétes előjellel, 9x négyzet, és a 3x négyzetet szorzom 4 az 12x négyzet beírjuk ellentétes előjellel, és akkor ezeket a, Polinomokat már csak össze kell adni, ez volt a szerepe annak, hogy megváltoztattuk az előjelt. A két polinomot összevonva látható, hogy az x a negyedikenes tag kiesett, és maradt egy harmadfokú polinom. Folytatom az osztást. A legmagasabb fokú monomot, vagy tagot, 4x a harmadikont osztom az x négyzettel, és ennek a kettőnek a hányadosa egyenlő 4x-el. Visszaszorzom az osztóval, beírom ellentétes előjellel, és ismét kivonom. Még mindig folytathatom az osztást, hiszen 2x négyzetet oszthatom x négyzettel, ami egyenlő ugye kettővel, ismét visszaszorozzuk és beírjuk ellentétes előjellel, elvégezzük a kivonást, és mínusz 10x plusz 1-et kaptam, itt már az osztást nem tudom folytatni, hiszen a maradék fogszáma kisebb, mint az osztó fogszáma. Mondhatom, hogy megvan a maradék, és megvan a hányados is, tehát íme milyen egyszerű két polinomot elosztani egymással. Hát akkor a mai óra vége felé érve megpróbáljuk összegezni, hogy igenis mivel foglalkoztunk a mai órán. Tehát a mai óra után ugye minnyájan, vagy mindenki már fel tudja írni a polinom algebrai alakját, fel tudja írni, hogy két polinom mikor egyenlő egymással, felismeri a sajátos polinomokat, meg tudja határozni egy polinomnak a fokszámát. Ki tudja számítani két polinom összegét, különbségét és szorzatát, és természetesen meg tudja határozni két polinom osztásából adódó osztási hányadust és maradékot. Hát gondolom, hogy ez elegendő volt a mai szűk fél de természetesen úgy, ahogy a matematika órák szoktak lezajlani, házi feladattal fejezzük be, ezt a házi feladatot le lehet fényképezni, és természetesen ezzel lehet gyakorolni, azért, hogy sikeresen tudjunk majd vizsgázni az érettségi vizsgán. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem, hogy hasznos voltam, és kívánok mindenkinek hasznos időtöltést a továbbiakban, itt különösképpen a matekházi feladatok megoldásával. A viszontlátásra!